A híradóban is beszámoltunk róla, hogy lemondott a brit miniszterelnök. Liz Truss délután tartott egy rövid sajtótájékoztatót a Downing Street 10 előtt, itt jelentette be, hogy távozik a konzervatív párt éléről, ami egyben azt is jelenti, hogy a kormányfői megbízatása is véget ér, amint persze megtalálják utódját. Liz Truss mindössze 45 napig volt Nagy-Britannia miniszterelnöke, tevékenységét pedig számos bírálat érte ez alatt az idő alatt. A múlt héten lemondott a pénzügyminisztere, tegnap pedig a belügyminiszter is távozott a kabinetből, de hogy fogyott el körülötte a levegő, arról szó lesz a következő percekben, Barna folytatja. Köszönöm szépen, Gálik Zoltán a vendégem, a Corvinus Egyetem egyetemi docensen. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogy fogyott el? Mert már napok óta vannak ilyen, hát már viccesre vették a figurát, hogy Liz Truss hivatali idejét meg egy salátát egymás mellé tettek, és melyik hervadel hamarabb, szóval erre valahol mindenki számított, vagy sokan számítottak, de mégis. Hát ennyi idő alatt hogy fogyott el? Egészen elképesztő, ami ugye történik most az Egyesült Királyságban. Szerintem ember emlékezett, de talán évtizedek, évszázadok óta nem volt ilyen. 45 napig volt mindössze miniszterelnök, a miniszterelnök asszony. Ugye emlékezzünk rá, hogy Boris Johnson elég dicsitelen körülmények között távozott, és utána ő egy hatalmas nagy gazdasági válságnak a kezelését egy új gazdasági programmal szerette volna bevezetni. Ez a gazdasági program pedig az adócsökkentésre épült volna. Ugye a másik jelölt, Rishi Sunak, aki a pénzügyminiszter volt korábban, és második lett ebben a versenyben, azt mondta, hogy ez nem fog működni, és el is mondta, hogy mi fog történni, és hát az történt, hogy bejelentették ezt a nagy adócsökkentési programot, és gyakorlatilag a piacok, akik nem hittek a kormánynak, megbüntették a kormányt, megbüntették a brit gazdaságot. Elképesztő dolgok történtek, tehát tényleg a történelemkönyvbe illő dolgok. Egy nap alatt összeomlott gyakorlatilag a fontnak az árfolyama, ki kellett vezetni a jelzálók hiteleket a bankoknak, mert olyan bizonytalan lett a gazdasági környezet. A jegybanknak 65 milliárd fontot kellett beleöntenie a gazdaságba, ugye ez iszonyú nagy pár nap alatt, sőt nem is tudták megállítani még utána is, ez tovább folytatódott és tovább folytatódik. És hát ugye ez mindennapi megélhetést fogja majd veszélyeztetni, hiszen az embereknek a hiteleinek a kamata elszállt. Mindez ugye abban az időszakban, amikor a megélhetési költségek az egekben vannak, amikor egy stabil állami beavatkozásra, stabil gazdaságra és egy állami beavatkozásra lenne szükség, amit azért részben ők megígértek, de hát gyakorlatilag egy olyan káoszt sikerült kialakítani, amire nem volt példa a modern történelemben. Azt, hogy Liz Truss ezzel a 40 nappal gyakorlatilag a legrövidebb ideig regnáló brit miniszterelnök, hiszen a következő, aki talán George Canning volt, még negyedik György idejében, a 20-as évek végén, de ő tüdőgyulladásban elhunyt, szóval nem lemondott. Mégis egyáltalán van esély arra, hogy találnak egy olyan konzervatív politikust, aki föl tudja, vagy föl meri vállalni a gazdasági nehézségeket, a Covid utáni helyzetet, most az energiahiányt, hisz mind az ellenzéki munkáspárt, mind a Velszi első miniszter, mind a Scott első miniszter, Nicola Sturgeon is új választásokat követel. Hát ugye erre két válasz van, az egyik az az konzervatív párt számára, ugye ez életveszély, hiszen látjuk, hogy a munkáspártnak a közvéleménykutatások megint csak történelmi jelzőket kell mondani, több mint 50%-os többséget jeleznek, ami ugye még Tony Blairnek az 1997-es nagy választási győzelmében is több szavazatot és több széket jelentene a parlamentbe. Viszont ugye hát 80 fős többségük volt, ez most 71 fő, tehát azért biztosan lehetne kormányozni. Valaki olyat kellene találni, aki biztosítja az egységet, össze tudja fogni a konzervatív pártnak mindegyik frakcióját, a jobb oldaltól, az kemény jobb oldaltól, ugye egészen addig, amíg a sokkal inkább piac ellenes, és az államnak a beavatkozását támogató politikát képviselne, tehát nagyon nehéz a feladata, plusz a társadalomnak is meg kell találni azt a biztos pontot benne, ami kivezeti ebből a válságból az embereket. És hát ugye nagyon érdekes a kérdés, mert hogyha elengednék a gyeplőt és választások lennének, akkor a munkáspártnak kellene elvinnie ugye ezt a gazdasági helyzetet. Nagyon érdekes megint csak, hiszen ugye egy ilyen óriási gazdasági válságban, ami most kialakulóban van, vagy már ki is alakult, és visszatekintünk ugye az 1970-es évekre, vagy visszatekintünk akár a 1929-es nagy gazdasági válságra, én mindig azt mondom, hogy szinte ahhoz fogható ez a gazdasági válság, ami kialakulóban van. Ugye egy nagyon előteljes állami beavatkozásra volt szükség mindig. Újraelosztó rendszereknek az újragondolására, államosítás, egyebek.
Ugye ez nem összeegyeztető egy konzervatív politikával. Hát láttuk, hogy itt ráléptek a jegybank a fékre, ők ráléptek a gázra, nem tudták összeegyeztetni a gazdaságpolitikát. Tehát lehet, hogy okosabb lenne, hogyha ezt a típusú kormányzást, ezt most nem ők vinnék tovább, és inkább rendeznék soraikat, de hát ez csak egy lehetőség. A kérdés, hogy a munkáspárt felmeri-e vállalni, mert mondjuk neki hivatalba az a kötelesség, hogy új választást, mert mi akarunk jönni. Nem biztos, hogy nekik ez kifizetődő lenne, mert valakinek meg kell oldani ezt a helyzetet. Igen, hát egy ideig lehet mutogatni arra, hogy nem mit kormányoztunk 12 évig. Igen, hát 12 év, ugye ez a Brexit is benne van, ugye ez ne felejtsük el, hogy a Brexittől kezdve a koronavírus válság, illetve ez a mostani válság is. A munkáspártnak egyébként egy határozottabb programja volt, ami egy nagyon baloldali egyébként, és valóban egy az újraelosztásnak a szintjét nagyon radikálisan megemelő, az államosítás sem elvetendő, illetve hát egy olyan közvetlen gazdaságpolitikának bevezetése, amitől nagyon úckodik normál békeidőkben a brit politikai elit és a konzervatívok természetesen, úgyhogy mondják, hogy ez katasztrófa lenne, egy új szocialista gazdaságot vezetnének be, de hát az a kérdés, hogy van-e olyan erő a konzervatív pártban, ami tovább tudja vinni ezt a politikai vezetést. Ugye Johnsonnak le kellett mondani, őt rebesgetik, hogy visszajönne, de hát azért tudjuk, hogy nagyon sokakban ugye nagyon mély nyomukat hagyott az, hogy ő bulizgatott, miközben mások a szeretteikhez nem mehettek el, és nem látogathatták meg, úgyhogy hát itt egy-két emberre szorul ez le, köztük Rishi Sunakra, akit talán megválasztanak. Bizonyára sietni kell, mert most nem lehet hónapokig elhúzni ezt, mert azonnal dönteni kell, de a skót első minisztert, Nicola Sturgeont ide idézném, azt írta, hogy nincsenek szavak, amelyek megfelelően leírhatnák ezt a teljes zűrzavat. Ezt nem használhatják fel a skótok arra, hogy megint megpendítenek egy önállósodási törvényt? Nem kell már nagyon felhasználni, mert megpendítették ezeket. Csak, hogy... Sőt, hát ugye múlt héten be is adták a legfelsőbb bíróságnak a keresetet, amiben megkérdezték, hogyha a skót parlament az. De még nincs döntés, nem? Nincs, ez körülbelül 3 hónap lesz, de beadtak egy olyan, hogyha nem ügydöntő, csak véleménynyilvánító népszavazást lehet-e csinálni, hát úgyis az nem a függetlenséget jelenteni, hanem utána elindulnak a tárgyalások. Ez körülbelül 3 hónap múlva lesz, de hát ezek mind erősítik ezeket az igényeket, és hát ugye itt a Westminsternek egyáltalán a politikai kultúrájának a továbbélése a nagy kérdés, mert hát tegnap este botrányos jelenetek voltak, ugye képviselőket toszogattak be a szavazószobába, sírtak a képviselők, ugye a képviselőasszonyokat a folyosón, tehát valami olyan jelenetek voltak, ami a Westminsternél nem való, és hát kérdés, hogy ez a politikai kultúra egyáltalán ebben a formában tovább tud-e menni, és a konzervatív pártnak a belső kohézióját sikerül-e megőrizni. Vajon, hogy milyen túlélési esélye van? Nyilván mindig kinövi magát, ha egyszer megbukott egy párt után, úgyis vagy a torik, vagy a munkáspárt egy idő után mindig felerősödnek. Igen, hát de most a torik nem erre, nem így tűnik. Ugye a torik 12 évig voltak most, ugye Margaret Thatcher is 12-13 év, utána jött ugye John Major korszak, az egy viszonylag rövide volt, de azért ez egy hosszú konzervatív korszak volt, utána volt egy hosszú munkáspárti, most megint egy hosszú konzervatív korszak, és hát úgy néz ki, hogy azért rendezni kellene a sorokat. Egyébként ha politika történetből ugye megnézzük, ugye itt volt egy ilyen függetlenségpárt, aki aztán a Brexit népszavazást kikényszerítette, és akkor tolódott el a konzervatív párt abba az irányba nagyon erőteljesen. És lehet, hogy ebben a gazdasági válságkezelésben ez nem annyira szerencsés neki, és jobb lenne egy kicsit visszajönnie erről az irányból gazdaságpolitikailag. És hát ezeket az embereket kell megtalálni, hiszen ugye itt a magyar nézőknek is, hogyha mondjuk a neveket, hát az, akik esélyesek, nem biztos, hogy tudják. És ez nem azért van, mert tudatlanok, hanem azért, mert olyan emberek kerülnek most pozícióba, akik korábban talán nem is kerülhettek volna. Tanár úr, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.